Oliver óvodáskora óta szereti a meséket, és édesanyja biztatására kezdett el mesemondó versenyekre járni. Én mindig nagyon szerettem, meg anya is sokat mondta, hogy járjak mesemondóra, és én is szeretek, és innen jött, mert a barátom is nagyon sokat mesemondóz, ő is nagyon ügyes, és én irigykedtem egy kicsit rá, és ezért ez innen jött. Mesét azt ki választja ki? Azt anya választja ki nekem, és ő is tanít meg rá. Oliver egyébként is egy vicces fiú. A család sokat nevet rajta összejövetelekkor, legutóbb karácsonykor. A suli is jól megy a kis tehetségnek. A tanulmányi eredményemben is tavaly harmadik osztályban, a matekon kívül mindenből ötös voltam, és most is próbálok ötös lenni, kitűnő lenni. Ez a csúnya matek, ez reméljük, hogy most ötös lesz akkor. Hogy érzed, első fél évkor meg lesz az ötös belőle? Hát nem tudom, mert most jött egy pár négyes, de remélem meg lesz. Egyébként a sport az, hogy jött az életedbe, hiszen úgy tudom, hogy sport az is. Úgy, hogy én kaptam tavaly előtt nyáron egy kosárpalánkot, és úgy volt, hogy fociztam előtte, nem jártam focira, csak úgy otthon focizgattam, utána kosár, utána megint foci, és most ugye elkezdtem már járni kosárra, mennek rendesen a kosármeccsek is, és így jött nekem ez a kosárlabda. És egyébként a foci vagy a kosár? Tehát most a kosár nem maradtál, de mondjuk a focinak mi volt a szépsége, és mi a szépsége a kosárnak? A focinál azért szeretem a focit, mert jók a meccsei, nincs olyan sok szabály, mint a kosárnál, és ott lehet több mindent csinálni. A kikapcsolódást a zene is jelenti Olivernek, nem véletlenül, hiszen édesapja is zenél. Zongorázni szoktam otthon, és járok is zongorára, meg néha kosarazok, filmet nézek, ezeket szoktam otthoni kikapcsolódásnak. Apát hívom mindig be, amikor zongorázok valamit, és zongorába dalokat is szoktam írni, egy pár 3-4 darab dalom van, ami úgy kicsit nehezebb, de igen, apával, apa. És mit mond apa, hogy tehetséges vagy, követni fogod őt a zenei pályán? Azért beszéljünk egy picit apáról is. Azt mondja, hogy lehetnék nagyon híres zongorista, ha kicsit többet gyakorolnék. Én nem annyira szeretnék zongorista lenni, de apa szerint igen. Az iskolában megadják ugye a házi feladatot, hazamegyek, játszok egy kicsit koint az udvaron, utána bemegyek, anyával oda megyünk az osztályhoz, és megcsináljuk a házi feladatot, tehát marad idő bőven játékra. Testvérivel, Sárával is nagyon jó a viszonya Olivernek. Nem annyira sokat szoktunk veszekedni, én inkább kiszívózok vele, hogy ezek, de amúgy vele szoktam zongorázni, most pénteken is lesz egy ilyen fellépésünk, koncertünk a Dérinébe, és ott fogok vele négykezesezni, a karácsonyi bölcsődalt fogjuk eljátszani. És hogy érzed, ki a jobb zongorista? Sári már több ideje jár, de ő jó, mert ő már nagyon komolyabb zenéket játszik, komolyabbakat, mint én, de azért én is próbálok a nyomába kerülni. A sok tanulás és elfoglaltság mellett barátaira is van ideje Olivernek.